Járőrök a folyosón. Hétfő óta gyakorta feltűnnek az egyenruhások az Árpád szakképzőiskola Ady Endre utcai tagintézményének falai között. Múlt héten ugyanis tetlegességig fajult egy szóváltás a diákok között, és gyakran a tanárok sem tudják végezni munkájukat a fiatalok magatartása miatt. Az intézmény felzárkóztató osztályában verekedett össze 6 diák, és ilyen körülmények között a pedagógusok sem érzik biztonságban magukat. A rendőrök azonban megoldást jelenthetnek a problémára. A gyerekek kétszer megmondulják azt, hogy hogyan fognak az intézményen belül is viselkedni. A Szent István szakképzőiskola diákjainak nagy része örül az egyenruhásoknak. Megnyugtatónak tartják, hogy gyakorta az iskolában vannak. A járőröknek a verekedés óta nem volt dolguk garázda fiatalokkal az iskola falai között. A rendőrségnek egyébként joga van intézkedni bárkivel szemben, aki elmúlt 14 éves is büntetendő dolgot követel. Ez pedig nagy visszatartó erőt jelent, magyarázza Ábrahám Norbert, az Árpád szakképzőiskola igazgatója. Nagyon remélem azt, hogy mind a kollégáink is normális körülmények között, normális mederben tudhatják a munkájukat. Lehetőségük lesz arra, hogy úgy végezzik, ahogy kell, illetve ahogy a legjobb tudásuk szerint egy pedagógusnak kell végezni a munkáját. Erre eddig még nem volt példa itt Székesfehérváron egyik szakközépiskolában sem, hogy fokozott rendőri jelenlétet kellene biztosítani az iskolák környékén, illetve az iskolákban. És eddig a város egyetlen iskolájánál sem volt szükség arra, hogy a rendőrök rendszeresen feltűnjenek az intézményben, mondja Németkész Mónika, a Fejér megyei rendőrfőkapitányság szóvívője. A szóban forgó esetben az iskola vezetése kérte meg a fenntartó önkormányzatot, hogy valamiképpen orvosolják a kialakult helyzetet. Miután megtörtént ez a garázdaság és ez a bűncselekmény az iskolában, a Székesfehérvári rendőrkapitányság vezetőjét megkeresték a város vezetői azzal kapcsolatban, hogy segítsen ott az iskolában a rendet helyreállítani, és a további hasonló jellegű bűncselekmények megelőzése érdekében fokozottabban ellenőrizzék az iskola környékét, illetve magát az iskolát is. A Székesfehérvári rendőrkapitányság vezetője partner volt ebben, és megígérte és ígéretet tett a város vezetőinek azzal kapcsolatban, hogy fokozott rendőri jelenlétet fogott az iskola környékén és az iskolában biztosítani. Előreláthatólag tavaszig segíti a rendőrség a rend fenntartását az iskolában. Mint ahogy az intézmény igazgatójától megtudtuk, jelenleg is folynak már tárgyalások annak érdekében, hogy a járőrök szerepét speciális biztonsági szolgálat vehesse majd át.